reggelt, szép jó napot, szervusztok, sziasztok! Itt vagyok Németországban. Ulm mellett. És egy Baustellére, egy építkezésre megyek. Kettő darab gyönyörű szép, hatalmas nagy betoncselek. Beton elemet viszek oda. Kettő darab összesen közel 26 tonna, 25.800 kiló. Az az igazság, hogy én mindig megnézem előre, hogy hová is kellene menni. Nem hagyatkozok a véletre, hogy vagy megtalálom a címet, vagy nem. Soha a címem szól, az egy logisztikának az épülete. Hát mondjuk, mivel építkezésről van szó, elég releváns, hogy ezt a két betonelemet csak darúval fogják tudni levenni, tehát egy darut kell keressek elsősorban. Egy jó nagy darut, ami ezt le tudja venni, mert ugye 13 tonna egy darab belőle. Most kíváncsi leszek rá, hogy ahova a cím szól, meg ahova menni kell. Ez tényleg ott lesz. Bár nekem van egy sejtésem, hogy rossz helyre megyek, már így, ahogy indulok. De hát meglátjuk. Ha szerencsém van, akkor nem. Akkor ott csinálnak valamit, és oda kell vinni ezt a két betonelemet. Viszont a sejtésem az pedig az, hogy ugye itt építik mellettem az új vasútvonalat. És Ulm-Juningen az a település név. Tehát Ulmnak az a körzete. Juningenbe kell menni. Hogy nem ehhez viszem. A cég még megvan adva ugyan. Baustelle Ulm GmbH, tehát ennyit tudok, hogy adták a címet, hát gondolom ez a cég neve akar lenni, aki készíti, csinál, építkezik itt valamit, mert nyilván nem a megrendelő, hanem maga a cég, aki ezt majd további felhasználásra törekezedi. Erről próbálok most készíteni majd egy videót, az egész manőverről, hogy hogy lesz ez, mint lesz ez. Először is menjünk oda. És akkor keressük meg, hogy egyáltalán jó helyen vagyok-e, jó helyre megyek. De mondom, tehát az érzésem az, hogy alapból rossz helyre fogok menni, de aztán majd kiderül. Épp nyugodtan ballagok vele. 82-83, most biztos fújnak rám a kollégák itt mögöttem, de fogjátok látni, hogy ez nem kicsi. Én meg nem kockáztatok feleslegesen. Aztán majd meglátjuk. Le kell menni a pályáról, de úgy látom, itt is lesz egy építkezés, egy útépítés. Csak tényleg most nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó helyre megyek-e, bár ott a távolban látok én egy torondarút, lehet. Nagyjából ott van, ahol nekem a cím szól. Ugye át fogok menni majd a pálya alatt, a másik oldalra esik, tehát nekem bal oldalra esik a település. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Aki nézegeti a videóimat, az tisztában lehet vele, hogy hát igen, én 20 tonna alatt nem nagyon járkálok. Nagyon ritka.
Jó, mondjuk most a múltkor például éppen volt egy nagyon minimális, tehát egy nevetségesen könnyű fuvarom. Svájcból ide Németországba elfogva az IKEA-ba, az a 300 kilós. De ez olyan ritka, mint a fehér holló. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy évben talán egyszer, esetleg talán kétszer fordul elő. Inkább 20 tonna környéket, de inkább fölötte. 20-24 tonna, tehát ritka. Megkivétel még egy-két cég, ahol járunk rakodni, ahol nagyjából fix mennyiséget raknak fel, az is ilyen 16-17 tonna szokott lenni. De az a könnyebbik meló. De általában ilyen, akár vasat hozok, akár ilyen valami építőanyagot, faanyagot. Most amivel jöttem ki Svájcból, és az 23.500 kiló fa. Fűrészárú volt. 800 méter kubban térjen. Na és akkor mindjárt kiderül, hogy mi a helyzet. Kíváncsi leszek nagyon tényleg, mert hát elég rossz, most nagyon korán van, fél hét van. Elvileg 7 órára kéne beérjek, de sajnos pont szembe fog sütni a nap, nem tudom milyen minőségű lesz így a felvétel. Hogy tudom ezt megcsinálni. Most még oké, de majd visszafelé fogok fordulni, és pontosan szembe fog sütni. Vissza kell forduljak, mert egy ipari zónában van ez a logisztika, ahova a cím szól. Hát, ezt a bellenzőt. És pontosan a pálya másik oldalán, csak ezt így fordítja vissza, mert ott kell mellette elmenni. Bal oldalon. De megpróbálom ezt az új kameraállást, hogy ez milyen akar lenni. Jungingen. Na, jó helyre mutat. Ezt nem tartom kizártnak, hogy a utcából van több. Ugye csinálják úgy a németek, hogy valahol elkezdik, csinálnak egy szakasz az utcából, ott megváltozik az utcanév, és néhány kilométerrel később ugyanúgy folytatódik. A kettes szám az enyém. Elvileg, elméletben, ha Google jól tudja, hogy hova kell menni. Én azt néztem. Jungingen, az lesz az enyém. Úrnorkasanál, autóban, mesterei. Az lesz az enyém. És itt bal oldalt, tehát visszajövök a pálya alatt, vagy fölött. Visszajöttem alatta. És meg kell fordulni. Legalább az idő szép. Jó idő lesz ma is most már. Úgy néz ki, lassan alakul az időjárás. Mert már ettől a rengeteg esőtől én már tiszta heróton volt, mert agiás voltam tőle nagyon. Egyértelmű.
látjuk. Kérlek szépen, nagyon lassan fordulok vele, mert iszonyú magasan van a súlypont. Rögzítését azt megcsináltam, tehát ez tőlem telhetőt elkövettem annak érdekében, hogy ez jól legyen rögzítve. Meg hol felrakottam a cégnél, és mondták, hogy ez így bőven jó. Mondjuk néztek nagyokat, mert nem ilyen autóval szoktak oda járni, nem ponyvással, ugyan pőre kocsival kellene tulajdonképpen ezt szállítani. Hát nem tudom, hogy jött össze ez a fuvar most a cégnek. Expedíciómnak. Kíváncsi voltam, lettem volna rá, hogy ezt hogy sikerült összehozni, de mondom, a két német srác, aki rakott fel, az is nézett nagyokat, hogy ajaj. Szét kellett szedni a pótkocsit mindhárom oldalt, mert ugye bedarúzta, és hogy átlássa is, jobb és bal oldalt is szét kellett ponyvázni. Utána még meg kellett mászni, mert ugye valahogy le is kell kötni. Még ugye ezt nyilván láncolni kellene, meg ilyen apróságok, de hát nekem láncom az nincs. Csak spaniferem van, úgyhogy amennyit én úgy gondoltam, hogy kell rá, azt én rátettem a nagy spaniferből, ez 5 tonnás volt. Meg ugye megcsinálták az alját is, mert ugye ezt megfelelően, tehát mivel csőről beszélek, megfelelően alá kell támasztani, csináltak neki kalodát, készítettek hozzá kalodát. Hát nem sok mindent fogtak látni. Ez most akkor lett volna szép ez az egész, hogyha kicsit később érek ide, de így kell, mert elméletben 7 órás jól lerakom, aztán majd kiderül. Sok volt neki a 9. Haladjon át a körforgalmon, első kijárat. Elég megmozdítani is autónak ezt a hatalmas súlyt. Annyit azért hozzátennék, hogy ez eddig a legnehezebb, amit húzok. A leg. Tudom, van, aki ettől sokkal többet szokott, nyilván. De azok ezzel foglalkoznak. Nekünk ritka. És ugye 40 tonna fölött van az autó, így, ezzel a súllyal. Természetesen van rá engedély, hogy ezt így vihetem. Nem is van belőle a probléma. Eddig nem is volt. Hát oda megyek, én már látom, hogy jól megyek, csak így, ahogy mondtam, és hogy darut, azt viszont nem nagyon látok. De hát ez lesz nekem a bajom, hogy itt bizony ez eléggé kényes. Ha csak nem egy autó daruljon majd, de hát itt van a daru. Na mindegy, megállok majd ott a utcába, szerintem ide jövök. Meg az építkezés lesz az. Zublin, szerintem az lesz az. Mergelgrúba, igen, és szerintem én ide jövök ehhez az építkezéshez, de én most ide befordulok, mert ide egyből nem lehet befordulni. Majd megérkezett az úti célhoz. Biztos, hogy ide jövök. 1000%. Hát máshol, hova mennék, biztos, hogy nem a Müller logisztikájába. Ha megállok itt, visszasétálok, és megkérdezem, hogy mi a helyzet. Így a tiszta. Mert
megkérdezem. Mielőtt még itt kavarognák. Így van, én a szépen fölállok. 80 méter múlva megérkezett az pincél. És majd ott a kereszteződésben meg is tudok fordulni. Tesszük. Nem állok a kapuba. Ki tudjanak tőlem fordulni. Na. Egyelőre ennyi. Amíg oda megyek az építkezésre, megkérdezem, mi a helyzet, addig nézzétek meg, hogy rakták fel ezt a motyót. Ezt nevezem. Nagyon ki van számolva. Nem is ilyen kocsival kellett volna ide jönni. Azt mondták is kapásból. Bőre kocsi kellett volna hozzá. Hát na. Ezt is meg kell csinálni valakinek. De amúgy rendes srácok. Kapásból cigivel kínáltak, kávéval kínáltak. Én csak szedjem szét az autót. Ja, Istenem, mindig engem találnak meg ilyenekkel. Pedig péntek délután 3:30 van. És simán megcsinálják nekem. Lesz mit kötözni, úgy látom. A második csövem is felkerül. Plusz a fa. Kicsit korrigálják. És akkor állatok neki kötözni. Na, kell vagy a spanifer. Legalább. Szóval, az van, amit mondtam, hogy rossz helyen vagyok, de csak majdnem, hál' Istennek. Egyébként is jó helyen vagyok, csak nem az az építkezés az, hanem egy kicsit odébb van. Úgyhogy én bepofátlankodok most ide ez a logisztikához, és megfordulok. Meg kelljen görcsölni. Nem a leggyorsabb is. Azt mondják, hogy be kell menni itt az építkezésen, és ott azon a földút
Hát nem földút, aszfalt, azt mondta a srác, hogy aszfalt, el tudok menni nyugodtan. Az utca végén balra kell fordulni, majd oda kell menni. Hát ha mindjárt kiderül. Három el két, hogy végig is még idősben vagyok, tehát olyan nagy. Ezt megvárjuk, még eljön. Nekem úgy is forogni kell. És most jó. És ide. Itt kell végighajtsuk ezen az építkezésen, ha minden igaz. Hát kíváncsi leszek nagyon, vagy itt fogok kavarogni a földúton. Az igen? Gyönyörű. Na, itt csak kéne leásni az aszfaltról, mert itt van egy jó fél méteres lyuk. Szakadék. A billencses kolléga is olyan szépen meg tudott állni, hogy nagyon. Nem tudnál előrébb menni, testvér? Nem már, csinálj már valamit komolyan! Jó, megvárom, míg visszaér, és arrébb mászik, mert... Nem tudok balra húzódni, mert itt leesek az útról akkor, de szó szerint, itt van egy fél méteres lyuk. De látod, tehát így, nem számít semmi, ott hagyja, nem hagyja ott, nem érdekli. Jó napot kívánok! Így most már elfélek. Hát itt nem tudok húzódni. Meg nem férek el. Elférek. De jó Istenem! De tuti. Ezeket úgy szeretem én. Úgy szeretem az ilyet. Komolyan mondom. Na, és elvileg itt ebbe az utcába kell balra forduljak. De ott viszont nincs daru. Úgyhogy szerintem ott megint nem jó helyen leszek, de majd már nem érdekel, majd megmondják. Ha ide, nem, akkor majd megmondja itt a góri, hogy merre. Kerékpárút, hát mi lenne más, ugyan könyörgöm. Istenkém az égbe. Legfeljebb tolatunk majd szépen. Itt a repcemező, hát így van. Baustelle. Azt mondták, hogy itt van, tehát... Hát nem tudom, azt a repcemezőt lehetne kéne ott megnézni, hogy milyen helyzet vele. Ezt a kis utat. A végéig elmegyek, de ennyi. Á, itt a cső. Na, itt van. Itt van cső. Akkor szerintem jó helyen vagyok. Ide kell nekem ezt hozni. Meg is állok.
meg is tudok majd fordulni. Ügyesen. Ott van egy ilyen nagy cső. Na olyan, amit ott elő van. Vagy mivel fogják levenni, az fasz piros. Ez a liperrel, az lehet mondjuk ez le tudja venni. Na és akkor itt kéne valami illetékest keresni, hogy akkor hogyan tovább. Na innen folytatjuk. És mint kiderül, csak jó helyen vagyok. És nézd meg, oldalról fogja leszedni a bácsi. Csak nekem szerintem a gerendákat ki kell venni alóla. Azt nem fogja tudni átemelni. Azt az egyet, el! Mondom én. Ó, a nézzük. 13 tonna. Ezt ki tudja venni. Ez igen. Ez igen, apám. Hát na. Nyitom a másikat. Következő paciens. Ugyanúgy a gerendát ki kell vegyem alóla. Oké. Okay. Jó. Lép, hogy kifér, tehát azért mondom, hogy ez így nagyon karcsú. De kijön, tehát ennyi volt. És le is vették mind a kettőt. Nézd meg. A Leaper azért ez komoly masina. Na, jó van. Papírozás, csomagolás és meg vagyok. Ennyi lett volna a rakodás. Még meg kell forduljak. Itt helyben. És akkor várom a következő feladatot. Közben hozott egy billentyűs egy billentésnyi kavicsot, pont mögém dobta le. Na, nekem az a terv, hogy kiállok abba az utcába, ahol megálltam, és akkor várom, hogy mi a helyzet. Megvárom. Nem, mintha nagyon kéne. Mire még a továbbiakat nem tudom.
elkészíti az a pótkocsi. Most már jó. Jó, meleg van. A melegen van. De mondjuk már ideje, hogy meleg legyen, nem? Május 31-e van. Ringás jön? Nem jön. Oké, akkor. De most én benézek. Mivel itt kell kimenjek. Ott azt mondjuk konkrétan nem tudom, mit építenek ott. Tehát láttátok, ennyi volt. Tovább tartott szétszedni meg összerakni a pultkocsit, mint effektíve a leemelés. 2x13 tonnát 2 perc alatt levette a srác azzal a líperrel. Tehát fölfelé daruzták. Azt mondja, neki nincs kedve emelgetni. Alányul oldalról. Hát mondom, nekem mindegy, ha meg tudod. Nekem így is jó. Akkodok, akkor meg én vagyok a hülye. Mondjuk van, ami kihúzom, az biztos. Köszi. És nem tudom, most látszik-e, de hogy tényleg, ha leesel az útról, itt vége a dalnak. Beborul az autó fenébe. Nézd meg, éppen, hogy elfér rajta a kamion. Éppen, hogy szépen lassan, finoman. Így. És akkor már kint is vagyok. Úgyhogy van ilyen. Előfordul ritkán. Illetve nem, bocsánat, hülyeséget beszélek, ez, tehát maga ez a fajta masszív dolog, ez ritka. Általában vassal járkálok akkor a súlyokkal, de előfordul ilyen is. Tudomásul kell venni, meg azt is, hogy így is meg kell oldani. Most azok a kollégák, akik építkezésekre járkálnak, azok biztos jót nevettek rajtam, hogy szentségelek ott a földúton, meg bicikliúton, meg mit tudom, ők biztos máshol is szoktak mászkálni, én elhiszem. Nekem azért ritkább, általában ipari zónába kell rakodni, le és föl, tehát egy magyar Scania, intervéjem. És így gondoltam én is, ide kiállok, és jó napot, itt várom a fejleményeket, folytatást, hogy mi lesz. Így tökéletes lesz itt nekem. Amíg nem jön munka. Szóval ez ennyi lett volna. Nem eresztettem túl hosszú lére. Nem akarok unalmas lenni. Remélem tetszett, akinek tetszett. Sziasztok!